Hát szuperlatívuszokban tudok csak beszélni, ez nagyon-nagyon fantasztikus érzés, ez 2 éve nem kaptunk ki, és hogy 4 éve, amikor ide kerültem, akkor ugye Kis István azt kérte, hogy jussunk föl, és most megcsináltuk, és jövőre a legfelső osztályban vagyunk Szigetszentmiklósra, ez még igazából én is csak ízlelgetem, hogy a legfelső osztályban leszünk. Tényleg annyira jó ezekkel a lányokkal dolgozni, és a mai mérkőzés is bebizonyította, hogy teljesen mindegy volt, hogy ki volt a pályán, egyszerűen a védekezésünk volt olyan kémia és olyan kommunikáció, hogy nagyon büszke vagyok arra, amit láttam, és az elmúlt 4 évre úgy, ahogy van. Még van hátra 4 meccs, hogyan futtok neki ennek a 4 meccsnek? Mentek a veretlenségre? Megyünk. Igen, veretlenül meg szeretnénk ezt most már csinálni, vagy végig szeretnénk most már csinálni. Hát biztos, hogy lazítani fogunk a délutáni menetrenden, mert ezzel lazítani is kell most már, és már meccsek óta arra figyelek, amióta nagy valószínűséggel tudtuk, hogy meg fogjuk csinálni, hogy mindenkinek legyen sikerélménye, és hál' az égnek van is mindenkinek sikerélménye. Nagyon könnyű dolgozni ezekkel a lányokkal, mert tényleg olyan a kultúra, hogy ebben nem nehéz. Én nagyon élvezem, meg egy kicsit most nehezebben is beszélek, mert nehéz mit mondani. Szóval így, ez egy nagyon jó érzés, ami most bennem van. Nagyon-nagyon jó. 2-3!